Olykor kesernyés, néha bódító, és van úgy, hogy édes. Mi mégis ragaszkodunk az ízhez. Fortuna Unikum. Háttérinformációk egy csöpp eszenciával. Hetente új vendéggel. Vasárnap délelőtt 9 és 10 között. A SZESZ főzőmester Sukert József. Szeretettel köszöntöm a Fortuna Rádió hallgatóit az év első Fortuna Unikum műsorában január 1-én. Vendég itt a stúdióban Paksváros polgármestere Süli János. Szervusz polgármester úr, köszöntelek nagy szeretettel. Én is tisztelettel köszöntelek téged is, és a rádió hallgatóit is. Boldog új évet is kívánok mindenkinek. Hasonló jókat, ugye lesz ebben az évben mindenféle földi jó itt a várost érintve, de még mielőtt a 17-es tervekről beszélgetnénk, egy kicsit arra kérlek, légy szíves értékeld általánosan a tavalyi, a 2016-os esztendőt. Mi volt az, ami nagy jelentőségű volt a város életében? Mi az, amit folytatni kell? És egyébként is, hogy tetszett neked a 2016-os év? Hát, ugye az egy ügy, hogy nekünk hogy tetszik, akik próbáljuk a város munkáit összehangolni, az intézményeket, fölmerülő feladatokat koordinálni. Nekünk nem volt egy egyszerű, de azt mondhatom, hogy szép év volt. Költségvetésileg ugye mindig az a egyik legfontosabb, hogy amit terveztünk pénzt, arra maradt is, vagy kiegyensúlyozott, de költségvetés. Ezt meg lehet állapítani, hogy forrásaink, illetve a költéseink rendben voltak. Maradtak a következő évre is tartalékok, amíg majd a következő év adóbevételek befolynak, tehát tudjuk kezdeni majd 17-ben a munkát, de 16-ban is el tudtuk végezni azokat a munkákat, amiben még érdemes volt belekezdeni. Ugye itt a Hunyadi utcánál kaptunk reklamációt, hogy miért nem hisz be volt tervezve, azért nem mertünk belevágni már, hogy a Kinizs utca is mutatja, hogy épp cipőkannállal belefértünk az évbe, még marad áthúzódó apró munka a következő évre, de ugye látszik, hogy ezeket a nagy hosszú utcákat időbe kell kezdeni, közbeszerzésileg lefolytatni, ott lehetnek vitáink, és ugye ha már május vége fele van, akkor nem biztos, hogy ezek a bonyolult a közműveket ugye valamilyen állapotban vannak, nem tudjuk, hogy ténylegesen az-e. Tehát mindig jöhetnek meglepetések, jöhetnek csúszások, termódosítások. Hát azt gondolom, hogy tavaly is végrehajtottunk minden olyan fontos feladatainkat, amit szándékoztunk végrehajtani, megfelelő pénzeszközeink rendelkezésre által dolgoztunk azon már, hogy mi legyen a bővítés idején a lakótelep fejlesztése, egyéb feladatainkkal, hogy alakuljon hosszú távon a városkép, hisz itt megint olyan bőzsdöntéseket kell hozni, amit majd az élet 100 év múlva is még vissza tud igazolni, hisz ugye a Paks 2 az építése együtt körülbelül 100 éves kihatása lesz a városra, hisz 60 évre tervezik az üzemidejét, 10 évig, 15 év, mire ugye üzembe kerül, megépítjük, tehát ezeket összeadva azért jó távlatokat fognak biztosítani a paksiaknak, és ez a várost is úgy kell áttervezni, átgondolni, hogy élhető tudjon maradni, és a utódaink mondjuk büszkén tudják ezekbe a városokba, vagy a városunkba mondani azt, hogy na nem rontottuk el. Ugye említetted az áthúzódó pályázatokat, ez nem nagyon újdonság, hiszen a mostani pályázati rendszer eleve szinte lehetetlenítesz egy ilyen 3-400 milliós beruházást, hogy egy év alatt onnantól kezdve, hogy a tervek elkészülnek, hogy ezt az egészet valóra lehessen váltani. Nem lett könnyebb, tehát azt kell mondanom, hogy nem lett, most pont azért hál' Istennek van, amit már jövő évre már nyertes tudtunk hirdetni, ahogy jó idő van, tehát próbáljuk magunkat megelőzni, de összességében a pályázati forrásokkal pedig az van, hogy ugye jelentős pályázatokon indultunk, a TOB-ba, ezek ugye csúsznak, itt ugye egyetlen egy pályázat nem került érdembe elbírálásra. Vannak biztatásaink, hogy a kerékpárút, ipari park, önkormányzati épület, hőszigetelés, külső vakolásra, felújításra tudunk nyerni, de ezek a pályázati pénzek még bent ragadtak a rendszerbe.
És akkor most nézzük részleteiben, menjünk hátulról vissza. December is sűrű volt, de hát lehet ezt mondani az egész 2016-os évre, hogy nem nagyon volt lyukas idő, amikor ne kellett volna valami fontos döntést meghozni. A legutolsó ilyen jellegű megmozdulás az az volt, amikor sajtótájékoztatón bejelentettétek ugye a Klikkel közösen, hogy a Paks városi iskolák Klik kezelésbe mennek át, és ugye ennek a részleteiről szeretnék érdeklődni, hogy milyen feltételekkel sikerült ezt a szerződést aláírni. Hát ugye ez egy lehetett ellenáll ennek a feltételnek, hogy átadjuk, hogy itt kezelési jogátadásról van szó, az épületek tulajdonjoga változatlan a város kezébe marad, és azokat a tevékenységeket, ami eddig felújítás, karbantartás, egyéb, azt viszi a Klik, ugye a pedagógus soknak a szakmai irányítása, bérezése, az már korábban megtörtént, hogy ugye Klik állományába tartoztak. Most pont azért az államnak az volt a szándék, hogy egységes formába tudja kezelni, hogy a hátrányos településekhez is eljussonnak olyan pénzek, amiben az iskolák állapotát egy közel azonos szinten tudják tartani. Hát a háttér szándék ez volt, így akkor tulajdonképpen ezért történt meg a kezelési jogok államosítása. Mi ugye akkor minden iskolánkat, a zeneiskolát, a általános iskoláinkat, akkor a Gazdag Erzsébet iskolánknak, tehát minden iskolának a iskola főépületeit átadtuk, hogy az étkezés az változatlan önkormányzati feladat, a gyermekétkeztetés, így a konyhák, amik ezekben az intézményekben voltak, azok maradtak nálunk, és a tornatermeknek a használata tulajdonképpen, hogy jelentős városi feladatokat látott el az intézmények tornaterme a tornaórákon kívüli időszakban, ezt egy szerződés módosítással sikerült tisztázni, hogy ezt az igénybevételt változatlanul biztosítsa a Klik a város polgárai számára, az egyesületeink számára, még abban is sikerült megegyezni, hogy amit eddig a PSE sportolóinak, vagy ASE, aki be is szállt mondjuk TAO-val a tornaterem felújításába, hogy ezeket a költségeket kedvezménnyel, illetve adott esetben le tudják lakni ezek az egyesületek, akik eddig is használták ezeket a tornatermeket. Ez ugye azért is nagyon fontos, hiszen Paks a sportvárosa, rengeteg sportegyesület működik, de civilek is nagyon sokszor használták ezeket a termeket, és hát nem mindegy, hogy mennyit tudják bérelni, illetve hogy lesz-e hely arra, hogy minden szakosztály megfelelő módon fel tudjon készülni a versenyekre, meg az évadjaikra. Igen, tehát most is tudunk, meg abban is segítünk, hogy van, amelyik egyesületünk az vidékre tud csak tornateremhez jutni, tehát vidékre járnak el. Tehát a tornaterem gondunk az végig kíséri a várost, látszólag jól állunk, de hál' Istennek annyi az igény, hogy még este 10-kor is van olyan csoport, aki akkor jut be, és akkor tudja a szolgáltatást igénybe venni. Ezzel is foglalkozunk, hogyha a bővítés majd beszélünk, ott is ugye terve van véve, hogy sportközpont, akkor még egy csarnok, ahol még lehetőséget tudjunk biztosítani arra, hogy további fölkészülés, vagy csak szórakoztató jellegű sportot lehessen téli időszakba végezni. Ennyit a Klikkel való szerződésről. Most megyünk időben egy picit vissza. Volt egy testületi ülés, ami nagyon sok 20 napirendet tárgyalt az önkormányzat. Köztük volt egy érdekes előterjesztés is. Gondolok itt arra, hogy Pakson is maradunk a sportvárosánál, nagyon sokakat érint az, hogy hogyan, mi módon készül és mikor készül el a stadion. Ezzel kapcsolatban mindenféle mendemonda elindult a hírhálózatokon. Volt olyan, hogy 2,4-be fog kerülni, mert ugye még 600 milliót kapott a város. Ezt párszor már elmondtad, de arra kérlek, hogy még egyszer légy szíves elmondani, hogy nem lesz 2 milliárdos futballpálya Pakson stadion, hanem marad minden a régiben, csak a dotáció változik. Ugye én azt tudom mondani, mert még kiírva a közbeszerzési eljárás nincs, tehát a tervező asztalon, ami ma számok ismertek számunkra, az tulajdonképpen a korábbi 1,4 milliárd forint, ebből ugye 800 millió jó állami forrás volt, és 600 millió önkormányzat. És hogy ez a 1,4-hez hozzájárult még a két szélső lelátónak a költsége, amit társasági adóbevételből a fotballklub
fogja rá megszerezni, erre meg is van az engedélyünk. A 300 milliót, tehát tulajdonképpen most a két összegben 1,7 milliárd forintnál tartunk a tervező asztalon. És ami a napokban történt döntés, az azt jelentette, hogy a kormánytól, az önkormányzat által korábban testületi határozattal rögzített 600 milliót tulajdonképpen kiváltotta a kormány egy 600 milliós injekcióval, így a kormány részéről 1,4 milliárd forint lesz betéve a sportpályaépítésre, a stadion lelátóiba, hogy az, ahogy mondtam, a futballklub részéről 300 millió a két szélső lelátóra, és akkor egyelőre ez, és az önkormányzatnak az a 600 milliója, ami itt le volt kötve, az egyéb célokra felszabadult, tehát tulajdonképpen egyelőre ott tartunk, hogy, ahogy mondtam, 1,4 plusz 3, de a közbeszerzés után, amikor bejönnek a ajánlatok, hogy az ördög mindig akkor ugrik majd igen, elő, és a részletekbe van elveszve, hogy akkor fogjuk látni, hogy pontosan milyen áron fogják a vállalkozók vállalni ezt. Én bízom benne, hogy a tervező által megálmodott áron, ami már így is drágább, ugye, mint az 1,4 volt, de hogy ez meg van oldva, és tulajdonképpen ez is húzódott a közbeszerzés kiírása, hogy addig nem lehet kiírni egy közbeszerzés, még nincs meg a forrás oldala, így akkor tulajdonképpen a két lelátót, ami egységes építési engedély volt korábban kiadva a stadionra, azt meg kellett bontani, mert a két nagy lelátó az önkormányzat építésébe került volna, a két kis lelátó akkor a futballklub, ezért ez időt vett igénybe, most meg azért kellett még meg perturbálni a közbeszerzés, mert akkor az önkormányzat pénze helyett az állampénze került bele, de most már nem fogunk tudni mire hivatkozni, januárban a közbeszerzés kikerül, és akkor ugye kezdődik a stadion építés, és úgy kezdődik a stadion építés, ahogy kell, tehát közben itt akarunk végig játszani, tehát a szembe lévő nagy lelátóval kezdünk, akkor innen az elsőből ki tudunk költözni a jelenlegiből oda, tehát ott az öltözők, bírói öltözők, minden megépül az újba, és akkor majd ugyanez meg lesz duplázva, mert akkor az első lelátóba, és majd befejezzük a két szélső lelátóba. Tehát egyelőre itt tartunk, és nincs egyelőre 2 milliárd, 3 milliárd, hanem egyelőre ez az 1,4 plusz 3 az igaz. Ha már a pályánál tartunk, azért egy mondat erejéig légy szíves elmondani, hogy mi lesz a pálya talajával, mert az minden alkalmas csak éppen első osztály labdarúgó mérkőzéseket lejátszani nem. Valahogy nem sikerült ez a beruházás. Sikerült, csak nem jó a pálya most. Tehát ugye itt most tartottunk megbeszélést a napokban, ugye több okból van, a pálya följavítható, hogy az a baj, hogy pont nem vegetációs időszak van, tehát a fű most nem akar az Istennek se növekedni, és ugye amikor itt elég csapadékos ősz volt, a locsolóvíz mennyisége se, tehát nem túl volt öntözve, ugye a kettő együtt egy tápanyag kihordást eredményezett, és hogy ami technológiával nekünk a fűszellőztetése volt, azt se tette lehetővé, hogy tulajdonképpen amíg a vegetációs időszak volt, ez a szellőztetés, a gyepet vissza tudott kapaszkodni a fű, de tulajdonképpen egy kicsit felszaggatta a szellőztetés, hát itt a technológiát végignéztük, baj van a pályában, mert pont ezek együttes eredményeként, hogy a tápanyag se volt megfelelő, nem volt megfelelő a szellőztető eszközünk, arra most már van pénz az egyesületnek, mert ez egy ilyen gép 10 millió forint, ami csak függőlegesen üt bele, tehát nem húzza kifele a füvet, tehát nem egy íven gördülnek a tüskék, hanem mindig, amikor pont függőlegesen van a talajjal szembe, akkor üt bele a tüske, tehát ez mind hozzájárult ahhoz, hogy ilyen állapotban van. Azt gondoljuk, hogy ugye 6 meccsünk van nyárig, itthoni meccs, ezt a 6 meccset, ha tetszik, hanem nem tudunk jobbat, ezen a pályán kell kihúzni, és azok a tápanyagpótlással, szellőztetéssel, homokszórással, ami kell, hisz az is tudta kimosni ezt a tápanyagot, mert ami miatt a pálya újjá lett építve, az ragyogóan működött, hisz a legnagyobb záporodás két óra után játszható volt,
ez azt is jelentette, hogy a tápanyagot is kihordta ez a nagy mennyiségű víz, és ugye így tulajdonképpen nem sikerült rendesen utánpótolni. Ugye, ha már itt vagyunk a 600 milliónál, ugye, ami visszakerült most az önkormányzat kasszájába, rendkívüli testületülésen foglalkoztatok azzal, hogy mire is lesz ez elköltve, hogyan használja fel a testület, milyen döntések születtek ezen a rendkívüli testületülésen? Hát alapvetően ugye azokra a feladatainkra, amire eddig nem volt forrás, illetve ezzel szeretnénk, hogy a térségben hiányzó támogatást is tudjuk, hogy az elmúlt két évben, a két és fél évben a térségben a támogatások mind a média, mind a sport, mind akár a tűzvirág táncegyüttes, de akár csak az ESZI-nek a támogatása az nem olyan mértékben érkezett a városba. Ezekkel a támogatásokkal is szeretnénk pótolni, foglalkozni, de ugye mivel ez a pénz még csak szerződés és jogviszonyban vagyunk, nincs a kasszában, úgyhogy majd jövő évben foglalkozunk még azzal, hogy ténylegesen, amikor megérkezik, hogy mire tudjuk használni. De egyébként azokra a városi feladatokra, amiben hiány van, a mai napig arra használjuk majd el. A decemberi testületülésen, ugye mondtam már, 20 napi rendet tárgyaltatok, közte volt egy a helyi építési szabályzat módosításáról szóló előterjesztés is. Ez miről szól ez a napi rend? Ez sok kis apró pontosít, kettő dolgot kértünk vizsgálni. Ugye folyamatosan módosítás alatt van a helyépítési szabályzat, hogy az egyik a nyári, a nagyobb vihart kiváltott állapot, amikor ugye próbáltuk csökkenteni a sűrű beépítési lehetőségeket, de hogy az atomerőmű bővítés miatt iparterület változása, elkerülő út, lakópark, tehát egy folyamatos egyeztetés alatt vagyunk a mai nap is a Paks 2-vel, Paks 1-4 blokkal is, de mondom, ez egy nagyon picit, egy tiltást akartunk elrendelni a város azon területére, ami a Pollák Mihály út és a Elkellő út közötti lapokópark, hogy addig nem parcellázunk, vagy nem engedünk építkezni, még egy rendes városképi tervet nem alakítunk ki, nem szeretnénk úgy járni, mint a Vácika első részével, hogy egy kicsit ilyen autonóm megoldásokat kell végrehajtani, mert ugye az egyedi beépítések után nehézkes lettek az utcaképek kialakítása egyéb. Itt szeretnénk ezt, és akkor volt egy hiba, ez volt az egyik. A másik, mivel a városnak a területei az ipari parkot bővíteni kell, és hogy ebbe lassan odaérünk a csámpai település részhez is, és ott is ugye korábban a 3 kilométeres villanyővezet miatt egyéb fejlesztési lehetőségekre nem volt lehetőség. Azt is elrendeltük, hogy nézzük meg, hogyha 500 méterre lecsökkent ez a tilalmiövezet, akkor a csámpai terület része milyen lehetőségek vannak ott a 30 éve tiltott területen, hogy milyen egyéb tevékenységek végrészésre adunk majd lehetőséget. Az ott élők ugye egy ilyen bilincsbe voltak, nem tudtak felújítani épületet, nem tudtak bővíteni épületet, hiszen építési tilalom volt, és ez a 3 kilométer az bőséges volt, hiszen ha jól emlékszem, Ausztriában például már 50 méterrel az erőműtől zöldséget termelnek, és nincs semmi probléma. Igen, mondjuk Ausztriában az erőmű, atomerőmű, ami megépült, az azóta sem üzemelt, tehát ott lehet 50 méterre, de egyébként igen, de egyébként Pakson se volt indokolt, és nem véletlenül, ez már nem mai rendelet, ez már körülbelül egy 3 éve megjelent rendelet, hogy 500 méterre vissza a végrehajtott biztonságnövelő intézkedések eredményeként, számtalan beavatkozási eredményeként a újraszámítások azt igazolták, hogy hát ezt az övezetet le lehet csökkenteni 500 méterre, és ez az új blokk esetében se lesz nagyobb, hisz az még biztonságosabb. Említetted ugye a lakóparkot, és akkor itt jön a másik része a dolognak, hogy a városban már volt a városközpont kapcsán egy tervpályázat, most az önkormányzat azt tervezi, hogy ezt a lakóparkot is megpályáztatja tervezőkkel, hogy hogyan lehet elindítani, mikor, milyen módon, hogy áll most ennek az előkészítése? Ennek a pályázatkiírás előkészítés alatt van, ugye ezek kell egy lebonyolító szervezetet is megbíztunk, aki a feltételeket velünk együtt meghatározza, ugye szeretnénk itt hagyományos kertes, de szeretnénk itt
társasházit, szeretnénk itt akár kisebb tömblakást, de az is a pályázat rész, hogy akkor ez egy alvóváros rész legyen, vagy ne alvóváros rész, tehát legyen benne üzlet, vendéglátóegység, akár egy kisebb sport létesítmény, vagy játszóterek aránya, hogy legyen, tehát ezt mind szeretnénk előre meghatározni. Egy olyan város a városban. Igen, szeretnénk egy olyat, hogy akkor itt milyen energetikai megoldásokat alkalmazunk, napelemes, vagy lehessen biomassa fűtéssel lakásokat építeni, tehát mind szeretnénk úgy meghatározni, mert egy korszerű, modern városrésznek az alapjait, és utána ennek függvényében tudjuk azt mondani, hogy akkor hajrá, lehet a parcellákat ez alapján kialakítani, közművesíteni, és akkor úgy gondoljuk, hogy ez mindenki valószínű vállalkozó alapon meg fog épülni, hisz utána ezek a lakások vagy 10 évig bérbeadhatók az építkezési idején, és utána ezek a lakások válhatnak az üzemeltetők végleges lakásaival, amikor szintén ott egy hitel vagy egyéb konstrukcióval az üzemeltetők részére értékesíthető, tehát mindenféleképp biztos, hogy nyereséges vállalkozás lesz. Ugye a haszon, hiszen bérleti, utána pedig értékesítési lehetőségek. Még mindig maradjunk egy picit a decemberi testület ülésnél, hiszen az egyik napirendben egy adhok bizottságot hozott létre az önkormányzat a Mezőföldvíz Kft. Kapcsán. Miért volt erre szükség? Hogy áll fel ez a bizottság? Mi lesz a feladata? Ugye a Mezőföldvízmű ugye 47 településen szolgáltat víz és szennyvízszolgáltatás ma érintett. Ugye 49 tulajdonosa van a Mezőföldvízműnek. Ugye itt az elmúlt időszakban érintett jogszabályi változások, ugye a rezsidíj csökkentés miatt vízdíj, szennyvízdíj nagy mértékben változtatta az eredményességét a cégnek. Ugye bejött egy közműadó, amikor a vezeték hossza után hogy adófizetési kötelezettség van a szolgáltatónak. Ez a 47 település azért nem egy sűrűn lakott, nem nagyvárosi szerkezetű, ahol a fajlagos vezetékhoz kicsi lenne, tehát ez az eredményességet lerontotta. Örököltünk egy jelentős, mikor már megalakult kintlévőséget, tehát vízdíjhátralékot, szennyvízdíjhátralékot, ami az elmúlt időszakban nem csökkent, hisz ugye itt az a baj, hogy ez a fajta közműtartozás nem váltható át adótartozás, hogy a NAV-ak egyből behajtaná, így ez egy küszködés, hogy a nem fizetőktől beszedni. Ebben a nem fizetőkben azért magánszemélyek aránya is jelentős, de jelentős olyan közületi tartozás, hogy akár szegényebb iskola, aki most elkerült mondjuk a településektől, de kisebb fizetőképes önkormányzat például nem fizette az iskola után, vagy orvosi rendelő után, de vannak vállalkozók is, tehát itt alapvetően erősíteni kell a kintlővészségek behajtását, és hogy azért hoztuk létre ezt az adhok bizottságot, mert már másodszor segítettük ki törzstőkemeléssel a Mezőföldvízművet, hogy akkor ez a bizottság hosszú távon mérlegelje már ennek a egész szerkezetnek a hogy megfelelő-e, lehet-e bármilyen más szerkezetbe üzemeltetni. Szóval a várostól az hosszú távon nem várható el, hogy minden évben a 100 millió forintot ugye betegye azért, hogy... Ezt most igen. Csak Paks tette meg, hát ugye? Igen, mert a többi településtől alig várható el. Ugye két erősebb település van ebbe szerkezetbe, Bonyhád és Dunaföldvár, aki nagyobb rész, hogy a Százhalombatta Budapesthez csatlakozott, hogy ez idén kilépett ebből a szerkezetből. Én azt gondolom, hogy azért kell az adhok bizottság, hogy tárgyszerűen, körültekintően ne mendemondák, bemondák alapján döntsön itt a testület, hanem legyen körbejárva, és akkor hosszú távú döntéseket hozzuk meg. Én azt gondolom, hogy vizet kell szolgáltatni, szennyvizet el kell vezetni, föl kell dolgozni. Tehát ez kötelező. Minden településnek. Én ha azt az arányt tudnánk növelni, amire volt is példa, hogy ugye a közművek építése, akkor a Paks 2-höz kapcsolódó ivóvízellátás, második betápjának a biztosítása révén olyan pluszbevételekhez tudna jutni a vízmű, amivel az alaptevékenységek vesztességét tudnánk csökkenteni. Ez rövid időn belül, ha indul Paks 2, akkor bekövetkezik, hisz rengeteg ipari parki, közművesítés, lakótelepi
közművesítést kell végezni. Azért, mivel minden településen ez gond, kivéve a sűrű lakott nagyvárosi településeket nem érintett ennyire hátrányosan, ezért az is kormányzat fele jelezve van, a közműadó mértékét módosítani kell, esetleg a vízdíj áfáját csökkenteni, és akkor beruházásra, mert az még, hogy veszteséges együgy, hogy nincs pótlásra se lehetőség, tehát alig újítanak föl ezek a vízművek, nem csak nálunk, az egész országban, és előbb-utóbb, ha leromlik ezeknek a közműveknek az állapota, akkor meg nagyon gyorsan sok pénzt kell belerakni. Hát ennek az adhok bizottságnak az a feladat, hogy mindent körültekintően mérlegeljen, és az önkormányzat részére rakjon le egy hosszú távú javaslatot, aminek mondom az a cél, hogy ez fenntartható jó vízmű legyen. Tegnap érkezett meg az engedély, mert ugye eddig még nem volt meg a végleges üzemeltetési engedély a mezőföldvízműnek, egy idéglenes engedélye rendelkezett ez a társulásunk, és ez az engedély arról szól, hogy 30-ig akkor megkapta a mezőföldvízmű az engedélyt, mert azt a fogyasztó egyenértéket sikerült elérni, ami a 150 ezer, most 163 ezer fogyasztó egyenértéknél tartunk. Az a feltétel, az egyik feltétel az üzemeltetési engedélynek, hogy ezt a 150 ezer egységet elérje. Ez a bizottság mikor fog jelentést adni, mi a feladata? Hát, hogy a bizottság azt vállalta, hogy január végére leteszi. Én korábban azt képviseltem, hogy ugye van egy már folyamatban lévő intézkedési terv, amit nyár közepéig kell végrehajtani a mezőföld vízműnek, hogy azzal együtt adja meg. Ők változatlanul januárt szeretnének végezni. Szerintem a körültekintő alapos elemző munkát akarnak végezni, akkor ez január végére nem tud megtörténni. Tehát én azért foglalkoztam már annyit, mert ülök annyit a vízmű felügyelőbizottság ülésén. Egyéb, hogy tudom, hogy erre egy hónap munka nem elég, hogy körültekintő jó anyagot kapjunk. De azt mondom, hogyha hogy érdemi munkát végezzenek, ne gyors munkát, hanem érdemit. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most lenérünk egy picit, zene után pedig folytatjuk a beszélgetést jövő év terveivel, meg egy kicsit még időzünk 2016-nál, de akkor is Süli János polgármester lesz itt a beszélgető társam. A Fortuna Unikum 2017-es első adásában január 1-én vendég Paksváros polgármestere Süli János, akit most a beszélgetésünk második részén is köszöntök, és köszönöm, hogy rendelkezésre állsz. Sok mindenről beszélgettünk az első részben, szó esett itt városi beruházásokról, viszont nem lehet elmenni amellett, hogy ezek a beruházások olyan színvonalon készültek el, mint ahogy, ha csak az Ady Endre utcát említem, ugye azt hiszem, hogy példaértékű lehet bármelyik nyugati országban is. Mármint a kinézete, hogy aztán hogy készült el, ezt te tudod elmondani, polgármester? Hát az Ady Endre utcában a legkevesebb gonddal készült el, tehát már ugye az az ötödik utcája volt a saját cégünknek, amit csinált. Én azt gondolom, hogy ott mind a műszaki ellenőrök, mindenki ide a végén a kész utcaképpel is szerintem megvan mindenki elégedve, hogy folyamatában, amikor hogy ott kell kellemetlenkedni, meg pont téged érint valamilyen közmű probléma, vagy a tekerítésed, de van baj, vagy egyéb, tehát ott azért nem felhőtlen kapcsolat, mikor ezek a utak megvalósulnak, de a végére azért kiegyenesedik minden, tehát nehéz ez. Én mondtam, a múltkor kint voltam, jó múltkor a Kínés utcánás, egy pénteki napon kaptam annyi dicséretet, ilyen negatív értelemből mondtam, ez már egész hétvégét megalapoztam vele, kitölti, mert ezt hétfőre földolgozom, tehát ugye a folyamatában nem sok a dicséret, mikor ezeket csináljuk. A végén azért mindenki lenyugszik, és akik ide érkeznek, de az utcában lakók is a végén azt mondják, na megérte ez, de hát ugye, hogy nincs, nem lehet úgy csinálni, hogy nem túrott föl az eg, mert ugye ez faltó falig, közműcsere, kábelek lerakva,
Tehát azt gondolom, hogy példaértékű egyébként. És azt gondolom én pedig, hogy az is példaértékű, hogy az önkormányzat nagyon odafigyel arra, hogy a lakók is, az érintett lakók képbe kerüljenek. Gondolok itt arra, hogy lakossági fórum van, egyeztetés még mielőtt a beruházás elindul, folyamatában kapják az információkat a lakók, tehát ők tudhatják, hogy mire kell számítani az elkövetkezendő X hónapban, és hát mégis ugye azért vannak ilyen elégtelen hangok is. Hát ugye most eldöntöttük, hogy még már az indítás, amikor egy utcát el akarunk kezdeni, bármit, már akkor egy lakógyűlést össze fogunk hívni, ezt mondják meg akkor, hogy ha a közműcserék nem indokolják, akkor belemenjünk egy fotófalikba, vagy egy egyszerű felújítást végezzünk, tehát ebbe is szeretnénk a ott lévő lakóknak a véleményét kikérni. Azt tapasztaljuk, hogy kezdetben nincs kihasználva ez a konzultációs lehetőség, és ugye a menet közben pedig az nekünk engedély, tervmódosítás, hát azért szeretnénk minél hamarabb, minél több információt gyűjteni, mert az például minden egyes módosítás az csúszást eredményez, vagy bontást, újrarakást, azt tudjuk nagyon jó, hogyha csinálunk valamit, és azt kétszer csináljuk meg, akkor már nem olyan, mintha egyszer jól csináljuk meg. Tehát ezért ezt a konzultációs párbeszédet, ezt mindenféleképpen erősíteni akarjuk a lakossággal, hisz valószínű, hogy ez érdemben nekik is megtérül, meg nekünk is megtérül, ha időben van tisztázva. Ha már az utcafelújításoknál tartunk, ugye Kinizsi utca az évvégén lezárul, illetve hát amit az időjárás nem enged, azok áthúzódnak a következő évre. 2017-ben van-e tervben hasonló jellegű megmozdulás, gondolok itt arra faltól falig beruházás utcákban vagy tereken? Hát mint a műsor első részében említettem, a Hunyadi utcát már korábban akartuk, de most következik, akkor tervezzük Vadász utcát, Anna utcát, akkor ugye Szentháromság tér megvan, de a fönt a Kulcsatov utcai térbelső lakóterlepen is folytatni fogjuk, és szeretnénk befejezni, amit elkezdtünk, mindenki látta, hogy itt a Váci Mihály utcai térbelső, hogy ott végeztünk egy 30%-kal, ahogy a csapatok meg az idő engedi, azt szerintem márciusra befejezzük Tokkal vonóval. Szeretnénk jövő évben már a önkormányzati épületnek is a külső homlokzati részét, hőszigetel és nyilászárócsere, tehát előre haladni vele, és majd folytatni a belső felújításra, tehát bőven van, meg akarjuk csinálni az eszi előtt, hogy ott egy szakaszon kimaradt a térburkolatnak a cseréje, felújítása, mert a gimnáziumig készen vagyunk, vagy készen vagyunk a körforgóig, erről is akkor az a szakasz szintén szeretnénk, tehát van bőven feladatunk, amivel foglalkozunk. És hát van egy nagyobb feladat is, gondolok itt arra, hogy sokak örömére létrejött egy települési társulás Lázár miniszter úr és a te vezetéseddel. Ennek az apropója az volt, hogy a 41 érintett település, aki a Paks 2 beruházás kapcsán valamilyen formában érintett lesz, közösen kezdjen el dolgozni azon, hogy mit is fognak tevékenykedni, vagy hogyan érint őket a Paks 2 beruházás. Ez a társulás, ez hogyan működik, mik a jellemzői, illetve mikor lehet konkrét dolgokról beszélni, mert én az évvégi értékelések kapcsán a Bétel körzet polgármestereivel készítettem értékelő anyagot, illetve a 2017-es terveikről. Mindegyikőjük említette azt, hogy nekik terveik vannak a Paks 2 kapcsán. Ki gyógynövényfeldolgozót akar, ki rekreációs központot szeretne, tehát mindenki készül arra, hogy itt lesz ez a nagy beruházás, és hát szeretnének ők is részesülni benne. Hogy áll ennek a társulásnak a tevékenysége? Ugye a társulásnak voltak, mondhatom, hogy rendszeres ülései. Az idén ebből egy pár elmaradt, pont ezért, hogy a brüsszeli döntések miatt ugye pontos dátumokat nem lehetett mondani, de ugye egy lényeges dolog van, hogy emellett a társadalmi tanács mellett működik egy munkaszervezet, ami ötfős is, az ipari parkban van az ötfőnek a helye. Ők közvetlenül a Lázár úr minisztérium alá tartoznak, és nekik az a feladatuk, hogy a térség 41 településével, polgármesterekkel vegyék föl a kapcsolatot. Ezen a kapcsolat fölvételen már bőven túl vannak. Ugye a legelső alkalommal már korábban is foglalkoztunk azzal,
hogy az ideérkező majd elválik, pontosan mennyi ezer dologtól függ, tud-e magyar építőmunkás bekapcsolódni, lesz annyi magyar építőmunkás, vagy csak külföldi munkást tudja építeni az erőnvel, hát pontosan megítélni, hogy hány szállás lehetőség kell, hány végleges lakás lehetőség, azt tudjuk, hogy a térségben egy ilyen 1300-1350 végleges lakást kell megépíteni, ennek nem kell mindnek pakson lenni, ugye korábban is épült Szekszárdon is, de épülhet kisebb településeken is belőle egy pár, hisz nagyon fontos, hogy némelyik településen ugye a 2000 fős lakossági határ, ott lenne 10 lakás, akkor már el is érnék, más a település lehetősége a 2000 fő fölött van, a 2000 fölött. Hát folyik egy olyan közös gondolkodás, hogy a régió fejlesztéséből mind a csúcsokkal járó terhelés is megosztott legyen a települések között, de ne csak a megosztásban, ne csak a kár legyen megosztva, vagy a teher, hanem egy kölcsönösen előnyös térségi kapcsolatban, akár a szállások biztosítása, akár mezőgazdasági termelés, akár földolgozás, akár hétvégi programoknak a szervezése, turisztikai események, vagy ugye akár a Paprika Fesztivál, de minden településen van, tehát ezekre az itt lévő dolgozóknak is a szabadidejét ki kell tölteni, ha ezt úgy szervezzük, hogy tájékoztatva vannak, oda vannak véve, akkor a településeken egy nagyobb forgalom van, egy árbevétel, és akkor ezeknek a munkavállalóknak is a szabadideje úgy van kitöltve, hogy nem egymással foglalkoznak. Korábban ugye volt tapasztalatunk, mikor a lengyel építőmunkások ide kerültek Paks, hogy amíg mi se nem volt, meg nem vettek neki két busz, hogy kirándulásra vigyék, akkor azért egymással, és annak néha verekedés lett a vége. Sokkal egyszerűbb, ha már kezdetben úgy készülünk. És mondom, szeretnénk, hogyha 10 év, még itt van ennyi plusz fogyasztó, körülbelül 10 000 ember lehet, vagy a családos létszám figyelembevételével, akár ez elérheti a 11 000-12 000 főt is a gyerekek, feleségek révén, hogy akkor ennek az élelmezéséből is úgy helyi vállalkozókat megerősíteni, úgyhogy utána később piacképes termékeket tudjanak előállítani. Ugye a híd is egy nagy kérdés, hiszen említetted a szállás meg egyéb lehetőségeket, de most nagyon, nagyon nagy csend van. Igaz, hogy az egész beruházás kapcsán is ugye mindenki most várakozó állásponton van, hiszen az EU-s döntések java még hátra van, kérdezem, nem tudom, mert mindig azt mondják, hogy ez lesz az utolsó, és mindig van még egy utolsó után ilyen döntés. Hát egyetlen egy döntés van még hátra, ugye a tiltott állami támogatásnak a vizsgálata, arra az volt a mondás, hogy december 15-ig meg lesz, ugye ez már nem teljesült, bízunk benne, hogy minél hamarabb meg lesz, mert hogy ugye a vállalkozókat is fölkészíteni, települési polgármestereket is hitegetni, hogy akkor majd, tehát ez a legrosszabb, hogy ezt nem lehet, tehát én azt gondolom, hogy ez az egy van még hátra, és ha ez erdől, akkor nyíltan el lehet kezdeni ugye mind a pénzköltés, mind a térségfejlesztéssel foglalkozni. Ugye az orosz-magyar szerződés az egyébként nem foglalkozik térségfejlesztéssel, az kifejezetten a kerítésen belüli feladatok megoldására jött létre, és majd a térségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok az egy külön kosárba lesznek. A híd egyébként, hogy világosan az nem kell paksolatom a megépítéséhez önmagában. Uh-huh. Viszont ha megépül, akkor ugye a szállás lehetőségek, akkor az élelmiszerellátásban, Kalocsa környékén és a kertészeti növénytermelés az jobban megmaradt, mint Paks térségében. Tehát ott van egy jobb háztály is feltételő, akár zöldség-gyümölcs termesztéssel kapcsolatos régió, és a kormány határozatba, közlönybe, hát egyértelműen a hírnak a vég, hogy mikor kell végére érni, az van ebben a közlönybe között határozatban, hogy 2020 első fél év végére kell a hírnak elkészülni. Tehát akkor még van idő befejezni. Hát van idő, ugye két tervpályázat már írásra került.
Mind a kettőt szokásokhoz híven a tervezők vitája miatt, meg egymás főjelentgetése miatt vissza kellett vonni, majd bízom benne, hogy napokba kiírásra kerül a harmadik tervpályázat is. Amikor ez a települési társulás létrejött, akkor nem csak a feladatokról esett szó, hanem azokról a pénzekről, amit eddig egy az egyben megkaptak a környező települések, az nem jutott el támogatásban se Paksra, se a többi településre, média, sport, meg egyéb támogatás címszó alatt. Az idei esztendőben azért már vannak gesztusok ez ügyben, hiszen ha csak azt a 600 milliót, amit a stadion felújítására központi pénzből kapott a város, vagy ha azt mondom, hogy a JETA most 1 milliárd forintnyi pályázati lehetőséget kínál a környező településeknek. Tehát ez a kapcsolódás úgy néz ki, hogy elkezd működni? Hát ugye úgy pontos, hogy ez tavaly is már működött, mert tavaly is a JETA-ban, ugye ahol korábban Paks 1-4 rakta be a évi 500 milliót a térségfejlesztésbe, és előtte berakta ugye a Dunamecsekbe, és a jogutódja a Dunamecsek alapítványnak, ami egy szélesebb körül volt, hogy érintett a lerakók térségét is, hulladék lerakók térségét is, a JETA már nem érinti csak a Paks környéki 41 települést, de tavaly is 600 millió lett a JETA-ba, és hogy végén az osztás végeredményeként egy 750 milliós forráshoz jutottak a települések. Idén ezt Lázár úr korábban már vállalta, hogy a 600 millió helyett 1 milliárdot fognak biztosítani, és a napokban múlt év végén, december elején volt egy tájékoztató, amikor már JETA ki is hirdette a pályázati feltételeket, hogy lehet akkor erre az 1 milliárdra pályázni, és akkor a pályázatok feltételei közt szerepelnek olyan tanulmányok elkészítése is, ami pont a települések adott esetben az ötleteiket munkálják már ki precízebben, mint hogy van egy ötlete, egy ugye gyógynövényfeldolgozó, de akkor az adott esetben hogy valósítható meg, mennyi forrás szükséges. Tehát most lehetőség van arra, hogy azokat a ötleteket, amit a Paks 2 megvalósítás során térségfejlesztésbe szeretnének bekapcsolni, azt munkálják ki alaposabban. Tehát a JETA az változatlanul azokat az alapfeladatokat szeretné támogatni, amit az elmúlt időszakban is, és majd a térségfejlesztés, mikor már beindul a bővítés, azt gondoljuk, hogy jelentősebb, nem évi 1 milliárdot igénylő feladat tesz, hisz a térségfejlesztésben az ÜSZ kapcsolódó út, hálózatfelújítás, de iskola, bölcsőde, óvodai létesítménybővítés, akár új sport létesítménynek a építése is szükséges, hisz itt az itt lévő embereket, mint mindenütt a világon, azokat el kell helyezni, etetni kell, nagy étterem kell valahol, úgyhogy ez mind költséget jelent, ez 1 milliárd, évi 1 milliárd forintból nem ezt megoldva, ez a hagyományos olyan önkormányzati feladatokhoz ad önrészt, amivel az önkormányzatok akár más pályázatokon tudnak részt venni, vagy egyedi kisebb feladataikat, mint ami nekik fontos, egy kultúrház felújítás, vagy egy egyéb rendezvénytérnek a rendbetétele, de voltak ugye kis települése, hővék a temető, akkor a temetőrendbe rakásához is néha önkormányzati forrás az nem elég. Ugye ez a rábólintanak a Paks 2 beruházás indítására. Mondjuk azt mondják január 1-én, hogy na Paks akkor indul. Fel van a készülve a város arra, hogy akkor másnaptól már egy fokozott tempóban ezt a beruházást kezelni fogja? Hát nekünk ugye a fiókban vannak dolgozataink, amit még pont amiatt nem is ismertettünk, csak szűkebb körbe, amit majd a lakossági fórumokon folytatjuk, hisz hogy azt a pályázati eredményt, ami a Táncsics Park, konzervgyár rehabilitáció, Dunapart bekapcsolása az ÖMVK úttól a Molnár Árokig, hogy egy milyen esetleg egységet lehetne ott alkotni, ezt a pályázatot ugye bemutattuk a művelődési házba. Érdeklődés nem a legnagyobb volt, mi abban bíztuk, hogy többen jönnek el, de ugyanúgy be fogjuk mutatni azt a dolgozatot, ami a teljes városi feladatokat áttekinti.
mivel ugye ezek megint jelentős összegeket igényelnek, és a jelentős összegek pont Brüsszelnél, ugye ezen van vita, hogy akkor most mit minősül állami támogatásnak, mi minősül tiltott állami támogatásnak. Egyéb ezekkel az anyagokkal addig nem jövünk elő, még nincs meg a döntés, hisz nem akarunk akár egy nyugalomfele irányuló állóvizet fölkavarni. Most megvárjuk, hogy akkor legyünk túl, kapjuk meg az engedélyt, és akkor tulajdonképpen nekünk is ez plusz forrásokat kell kapnunk, mert önkormányzati forrásból ezeket a feladatokat nem fogjuk tudni megoldani. Ugye nálunk is ráadásul pont itt a PLIK, akkor a iskolátadás kapcsán, ennek van egy mellék szála is, hogy ugye akik jó adóerőképességű települések, azoktól elvonnak forrást arra, hogy a kevésbé jó adóerőképességű településeken az iskolák működtetése azon a színvonalra, tehát ez Paksot 1,1 milliárd forinttal fog érinteni, ugye elvonnak, hogy elvonnak tőlünk pénzt, igen. Elvonnak, viszont a pályázatok elbírálásánál még azt mondják, hogy Paksnak nem kell pénz, mert az egy gazdag város, és innentől kezdve két cég közül a pad alá, de reméljük, hogy nem így lesz. Ha már a pályázatok szóba kerültek, most egy más jellegű dolgot kérdeznék, ugye a logópályázatot írt ki a város, hogy az arculat egységesebbé tételére egy új logóval is meg tudjon jelenni. Miért volt erre szükség, vagy mi a terv ezzel? Hát, mint minden, ugye alkalmanként fölül van vizsgálva, ez is fölmerült, hogy itt szeretnénk a városba bevezető üdvözlőtáblákat is átalakítani, szeretnénk a városi térképeket is megújítani, és ennek kapcsán fölmerült, hogy ha egységes valami szisztémát szeretnénk kialakítani, akkor valahonnan el kéne indulnunk, és akkor, na, akkor milyen betűtípust, milyen új jeleket használjunk, és akkor merült fel, hogy nézzük meg, hogy most amit használunk, logót az is, akkor mindenki számára értelmezhető, ez a legjobb, vagy esetleg mint akár az MVM, hogy csinált magának, hogy 20 éven belül kétfajta új logót, hogy nézzük meg akkor egy pályázat keretében, hogy esetleg a város hosszú távú mostani feladataihoz a bővítés kapcsán is egy újra értelmezett új logóval, esetleg egy fiatalosabb, dinamikusabb, arra utalott, hogy mi ebbe a térségbe szeretnénk mindenféleképpen. Nekünk együtt kell működni itt a építkezőkkel, a társtelepülésekkel, tehát Paksnak, hogy a szlogenje most nem csak az, hogy a kultúra a sportvárosa, hanem nekünk az együttműködés városának is kell lenni, és ez nem csak kifele, hanem nem véletlenül a belső politika erőkkel is megkötöttük azt a megállapodást, hogy mi ne csatározzunk kint bent, és akkor hülyeségekkel kössük le az energiánkat, hanem az a kevés energiánk, ami van, azt használjuk arra, és ennek lényeg az, hogy ezt az új logónk is kifejezze majd, hogy mi egy irányba szeretnénk menni, és akkor ennek az egy iránynak a minél élhetőbb, minél jobb város legyen az eredmény. Nagyon népszerű volt ez a pályázat, ha jól emlékszem, 71 pályázat. Igen, javaslat érkezett. És januárban már valamikor ki is derül, és ami megint nagyon tetszik nekem, hogy nem az okos emberek is most itt idézőjelben mondtam, hanem a város lakók is szavazhatnak, hogy nekik melyik tetszik és hogyan képzelnék el. Másik nagy dolog az, hogy a város nagyon odafigyel arra, hogy a testvértelepülésekkel a kapcsolatápolás megmaradjon. Vannak jól bevált, jól működő testvértelepülési kapcsolatok, ezeket most én nem érinteném, hanem van egy új, a Novovoronyezs, ugye, ami most kezd élénkülni, hiszen ha jól emlékszem, akkor az idei évben volt paksi küldöttség náluk, illetve most nem is olyan régen, egy hónappal ezelőtt körülbelül Novovoronyezs polgármesteres vezetői voltak itt a város vendégei. Miért fontos ez a kapcsolat, illetve hogyan működik és mik a tervek vele? Ugye Novovoronyezs és Paks között 50 évre visszatekinthető a kapcsolat. Az első kormánydelegáció 64-ben volt Novovoronyezsben. Novovoronyezsben mindig olyan új blokkok épülnek, amik tulajdonképpen utána nem is épülnek máshol. Tehát mindig prototípus blokkok, és utána annak a továbbfejlesztett változata épül meg valahol. Pakson is a novovoronyezsi blokkok továbbfejlesztett változata épült meg. Ugye rengeteg kollega ott tanult be a 80-as években Novovoronyezssel, egy szoros együttműködés volt mindig szakmai,
együttműködés. Most is ugye nekik egy új 1200 megawattos blokkjuk nyáron indult, már elérte a 100%-os teljesítményt. Egy generátor hiba miatt most állnak, de maga erőmű, mint nukleáris blokk úgy rendben van, tehát a próbák igazolták. Ezen a generátor hibán, ha túl lesznek, akkor a rendszerbe újra fölterhelnek működni. Tehát nekünk azért fontos, mert ugye nekik akkor megint volt olyan tapasztalatuk, mit jelent egy új 1200 megawattos blokk építése, mennyi anyag mozog át a városon, hány építőmunkás van, milyen egyéb létesítményfejlesztéseket hajtottak végre annak érdekében, hogy ott gördülékenyen menjen ezeknek az embereknek a kiszolgálása, milyen új városközponti részt, milyen üzlet részt, volt-e nekik elkerített konténerváros részük, ahol csak a kivitelezők laktak, és akkor nem is voltak a városba beintegrálva. Tehát ezekre mindre ők választ tudnak adni, hisz ezen ők túl vannak. Ezt a második blokk építésének is a vége fele járnak. Jövő évben ott is elkezdődik majd a fizikai indításnak a blokkja. És ugye az, aki ugye más kárán tanul, az okosabb ember, mert ugye amit ők már kipróbáltak, és nekik nem ment, ők is nagyon fontosnak tekintették például az, hogy nem használták ki azt a előnyt, hogy rengeteg kivitelező dolgozott a városba, számtalan szerelőcsarnokot megépítettek, és akkor, amikor most a végéhez közelednek, mivel időben nem kapcsolta, ezek zömét elbontották, elviszik, ahelyett, hogy ők is azt mondjam, most jöttek rá, hogy meg kellett volna egyezni, hogy akkor valamilyen konstrukcióban maradjanak ezek a szerelőcsarnokok, és akkor a helyi ipart erősítették volna náluk is. Tehát erre egyértelműen fölhívták a figyelmet, de mi így is szeretnénk. Pontos, mert például egy fehér orosz példánál, ami most épül erőmű, ott pedig láttuk, hogy az egész ipari parknak megmarad a fölvonulási terület 62 szerelőcsarnokkal, tehát már eleve úgy tervezték, hogy minden marad, és akkor egy ipari parknak azért 62 csarnokkal ott maradni, az nem egy rossz kezdés. Tehát ilyen dolgokra is föl tudják hívni a mi figyelmünket, vagy csak akár megerősíteni abba, hogy bizonyos dologban jó úton járunk. Amikor itt voltak Pakson, mit mondtak arról, hogy mennyire kész Paks fogadni egy ilyen beruházást szerintük? Hát ők is nagyon jól tudják, hogy így most ebben az állapotunkban nem vagyunk készek. Tehát ugye még azzal is baj van, hogy Pakson ma, ha ide jön 100 szakértő, akkor hogy hol legyen elszállásolva. De azokkal a tervekkel, városfejlesztési elképzelésekkel, amivel megismertettük őket, akkor ugye azt mondták, hogy az persze mind rendben van, csak ugye ahhoz megint forrás kell, meg kell csinálni, meg kell építeni, annak rende kezésre kell állni akkor, amikor jön ez a építő munkás gárda, ugye. Most a hidat is, hogy látjuk, meg ahogy érezzük, itt 18-19 kezdés, az ugye a nagyobb létszám fölfutásra, azt úgy lehet venni azért, hogy majd 19 vége, 20 elé, tehát a tervező, tervhonosítás, egyeztetés, tehát a műszaki szakértőknek az érkezése várható először, de hát az is elérhető 800 ezer főt, és az családosra jönnek, tehát ma a város erre sincs fölkészülve. Bocsánat, nézem az órát. Igen, nézed. És kínos már, de tényleg a műsoridő vége felé járunk. A feladat akkor adva van, hogy miket kell majd elvégezni. A polgármesternek mikor van lehetősége ennyi feladat mellett egy kicsit lazítani, pihenni, kikapcsolódni? Hát ez mind lazítás. Igen, és akkor jön a Stahanovista brigád, ugye, akik 180%-ra képesek. Nem, hát ez tényleg nem, de amikor, nagyon feszített ez a dolog. Jó, de az ember azt a részét, amiben újszerű alkotás van, nem csak a hétköznapi imamalmot tekeri, hanem napi látja, hogy volna ennek értelme, meg lesz is, akkor szívesen csinálja. Tehát abban tulajdonképpen tényleg nem is lehet elfáradni. De tényleg az innovációja benne. Nincs benne monotónia. Az innovációban. Tehát ez szívesen is csinálja az ember, csak hogy mindig én is fölteszem magamnak a kérdést, hogy egyre nehezebb hitelesen 2009 óta mondjuk, hogy megvan a parlamenti döntés, és akkor lesz. Tehát ezt
mindig magamat is meg kell újítani, hogy tényleg hitelesen mondjuk azt, hogy ebből biztos lesz, meg lesz, és addigra azért maradjon fiatal munkaerőpakson, maradjon vállalkozó, tehát ez nagyon fontos, hogy azért már sokáig ne húzzuk. Nagyon szépen köszönöm, január 1. Fortuna Unikum műsorában Süli János polgármester urat, Paks polgármesterét hallhatták, és hát szíves figyelmükbe ajánlom, január 8-án ugye lesz egy újévi koncert, ahol szeretettel várja a város vezetése a lakókat. Milyen programot terveztek ide, polgármester? Hát igen, azokat a lakókat várjuk, akik ugye ez meghívásos rendezvény, meghívtuk a partnereinket, de ugye a lakóknak felajánlottuk, de az az jegyigénylés már decemberben lezárult, mert hisz nem lehet úgy, hogy akkor jöjjön oda mindenki, és akkor akinek lesz helye, annak lesz, aki nem, az majd megküzd. Tehát ma már késő, úgy tudom, hogy minden jegyünket elvitték decemberbe. Tavaly kezdtük el ezt, hisz hogy a valamikor város avatása az új év napjával kapcsolódott össze, és akkor ugye nehéz új évkor egy város ünnepséget tartani szilveszter után. Azt mondtuk, kezdjük el kísérletként, hogy a következő hétvégén akkor egy koncerttel is emlékezzünk meg, hogy mégiscsak a várossá válás a Paksnak az egy újévi dátumhoz kötött volt, és ott én a tavaly a kicsit hosszabban számoltam be a dolgokról, inkább az idén majd csak egy kis köszöntőt mondok, hogy a Székesfehérvári Szimfonikus Zenekar jött el, aztán majdnem belealudtak már a színpadon a hosszú beszédembe, tehát most azért úgy szeretném, hogy egy rövid köszöntés utána ugyan ők, akik egy picit az ünnep jellegének, de könnyedebb számokat is, tehát tavaly nagyon jó volt a visszajelzés, úgyhogy az idén is ők velük fogjuk ezt a koncertet eltölteni. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, jó egészséget és sok-sok sikert a tervek megvalósításához. A hallgatók figyelmét meg felhívom arra, hogy hamarosan 10 óra után kezdődik az elmúlt hét eseményeinek, illetve évértékelőkkel tarkított akciómű műsorunk. További jó rádiózást. Sukert Józsefet hallották. Viszont hallásra. Olykor kesernyés, néha bódító, és van úgy, hogy édes. Mi mégis ragaszkodunk az ízhez. Fortuna Unikum. Háttérinformációk egy csöpp eszenciával. Hetente új vendéggel. Vasárnap délelőtt 9 és 10 között.